Én úgy nagyon érzem magamnak. Találtam egy jó csapat, jó játékos. Ott vagyok a hetedike, megpróbálom mindig hamarabb előre lenni. A célok, Európa League, majd meglátjuk. Elérhető célok ezek? Igen, nagyon nehéz lesz. Még egyszer megpróbálunk. Jó játékos keret. Van sok külföldi, jó románok is, most össze kell rakni. Remélem jó edző leszek, mert végül is csak Németországban ifisták voltam, utána a második csapat. Most Romániába kerültek a Csáklopjátánc, ott voltam fél évre. Jó futballoztunk, most még egyszer kaptam ez a lehetőség. Remélem, egy-két év múlva nagyon jó edző leszek, és kerülök jobb csapat is. Milyen focit szeretnél megvalósítani a csapataiddal? Ilyen offenszív foci, tudod, ilyen támadó foci magyarul, tudod, ilyen atletikai. Hát persze, taktikális is kell kicsi, de végül is a mai világ, ha nem bírsz futni, akkor vége van. Te hogyan gondolsz vissza a Fradira? De ott futballoztam két éve, 96-98. Nagyon szép idő töltöm a Ferencváros. Mindig ott vannak szívem mellett. Drukkolok neki, mert végül is egy Ferencváros a legjobb magyar csapat kellett lenni. A legszerűbb futballista kellett játszani ott. Most szerintem ott Tomás Doll jó fog összeragni a futballista, és erről le fog lépni. Ő már edzőt volt a Hamburg és a Dortmund. Jó ember, szerintem jó válasz volt, de hát végül is mindenki azt fog látni, a jó válasz volt, hogy jó erre menni fog produkálni. Hát voltak a bajnoki meccs, a Honvédó első meccs, mikor két gól rúgtam, de egyik legjobb meccs szerintem Olimpiákhoz volt idegenben, a 2-2, mikor első gól szabadrugásban rúgtam, és a második, mikor passzoltam a Limpergeri, szép gól rúgott a Olimpi. Egyik legszebb meccs az volt a Olimpiákhoz ellen. Lipcsi, Peti, a Dragoner, sokszor találkoztam. Olimpi is, mert ott lakik, Erdi, Török Bálintban. A Vinci Otto, sokszor találkoztam és beszélünk. Hát a Cseffre természetesen azt kívánom, mert nyár, a következő szezon megnyerjük a bajnokság, és a Ferencváros is hamarosabb bajnokok kell lenni.